Szia! Örülök, hogy újra itt vagy. Ez, amit most látsz, egy hosszú-hosszú sorozat első része. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan csal a Fidesz. 2010 óta minden országgyűlési választás után ugyanazt halljuk ugyanis, hogy nyert a Fidesz, nyert a Fidesz, nyert a Fidesz. 2014-ben és 2018-ban ráadásul nagyon. Bár legutóbb többen szavaztak a Fidesz ellen, mégis Orbánék nyertek kétharmaddal. Nekik lett ennyi mandátumuk. Többek között ezért is évről évre felmerül a kérdés, hogy vajon a választási eredmények valós társadalmi igényt tükröznek-e. Az enyémet nem. A Fidesz tapintható elutasítottsága ellenére, hogy képes az ország teljhatalmú uraként kormányozni Orbán éveken át? Na ez a kérdés. Ebben a most induló sorozatban olyan trükköket, fogásokat, vagy éppen konkrét választási csalásokat fogok neked bemutatni, amelyekkel torzítják a választási rendszert, és többnyire összehasonlíthatatlanul nagyobb előnyhöz jutatják a Fideszt az ellenzékkel szemben. Van köztük olyan, ami jogilag mondhatnánk, hogy akár rendben is van, vagy időközben rendben lett, ha érted, mire gondolok. Rendbe hozták, hiszen ők írják a törvényeket, és hát igazából ez az első és legnagyobb csalás, hogy ma az ellenzék nem egy kormányzó párttal áll szemben, hanem az állammal magával. Az állam, amelynek mindenki érdekét kellene szolgálnia, egybe kellene fognia mind az ellenzéki, mind a kormánypárti szavazókat, ma nem ezt teszi. Nem ez történik. De ez jogilag elvben rendben levőnek tűnik, hiszen megszavazták. Ezek közül számos aktus erkölcsileg aggályos, tisztességtelen, de rengeteg olyan van, ami konkrétan viszont illegális és törvénytelen. Megtudhatod, hogyan tudja a Fidesz akár a törvény erejével legitimizálni a szavazatszerzést, hogyan képesek úgy leuralni az országot, hogy szinte esély se legyen másra szavazni, de egészen konkrét választási csalásokról is beszélek majd, nem is kevésről. Már az önmagában beszédes, hogy mennyiféleképpen tudnak csalni, hogyha értelmezhető, hogy mondjam, hosszúságú videót akartam készíteni, akkor helyből hárommal készültem neked. Ez az első rész, amelyben bemutatom, amikor a Fidesz törvényt csinál azért, hogy nekik lejtsen a pálya, ha ez még egy lejtő és nem egy konkrét szakadék egyáltalán. A 2011-es Fidesz által megszavazott választási törvény rengeteg olyan új elemet tartalmaz, amelyekkel a Fidesz a saját képére formálta a választást, akár az önkormányzatiról, akár az országgyűlésről van szó. Az egyik ilyen módosítás a választókerületek átrajzolása volt. Orbánék törvényt módosítottak, megváltoztatták a körzeteket, újrajzolták át a választókerületek határait, hogy az ellenzék ne tudjon labdába rúgni. Tehát úgy húzogatták a határokat, hogy a Fidesz szavazatait maximalizálják, a baloldaliakét pedig minimalizálják. Ezt többnyire úgy valósították meg, hogy beolvasztották a baloldali választókerületeket jobboldaliakba, hogy esélytelen legyen baloldaliként nyerni. Így más, akár ellenzéki győzelemre is esélyes körzetekből szikváztak el baloldali szavazókat, beterelték őket az új körzetbe, ahol igazából belefért néhány ellenzéki voks, mert a Fidesz erős volt már önmagában is. Így néhány ellenzéki szavazókör bekebelezése után biztosított volt a mandátum az új, jobbos körzetekben. Ha ez nem volt egyszerű, akkor jött a szép szóval mondott gettósítás. A baloldali területeket kivették a többi választókerületből, és egy körzetbe terelték, hadd szavazzon minden balos oda. Ezt értsd úgy, hogy van mondjuk 4 választókerület, ami billegő, tehát mondjuk 50%-ban van jobboldali és baloldali szavazó, vagy kb. Ez az arány. Ezekkel azt tették, hogy körberajzolták a baloldali szavazói területeket, ezekből csináltak egy darab választókerületet, ami ugye egy darab mandátumot hoz a baloldali pártoknak. A maradékban maradtak 3 körzetben a jobbos szavazók, ez pedig 3 mandátumot hoz a Fidesznek. Ez már önmagában leírja, hogy egy ilyen rajzolással mit lehet elérni. Ha ezek egyike sem ment, mert mondjuk területileg úgy oszlottak el a szavazók, hogy lehetetlen volt ilyen precíz rajzolásra, vagy nem volt lehetőség rá, akkor is legalább billegűre próbálták átrajzolni ezeket a körzeteket. Itt már az is eredmény volt, ha 50-50 az állás, hiszen legalább nem a bal oldalnak állt a zászló, és más, mindjárt ismertetett eszközökkel billenthető lett a javukra a körzet. És ez a rajzolgatás bizony törvényes. Jogilag rendben van. Bár nem túl tisztességes dolog, és alapjaiban befolyásolja a magyar választásokat. Szinte csak a Fidesz javára, hiszen ők rajzolták. Mindenféle többpárti egyeztetés nélkül. A Fidesz tehát földrajzi bűvészkedéssel, hogy ezt a szakszót használjam, jó néhány körzetet behúzott. És ezt a szakszót bizony nem én találtam ki, hanem Kövér László. Az a jó, hogy az ellenzék nem húzott már. Tehát
ez természetesen kormánypárti politikusként mondom, és minden kormánypárti politikus ezt mondja, vagyis elgondolja, hogy ezt mondja magával, lehet, hogy nem mindenki meg kimondani miért, én itt csak ebben a körben menetem. Hát Isten őrűségre kapnám fogjának. Az, amit mondanak a választási rendszer reformjáról, nem mondom, hogy nincsen benne a földrajzi bővészkedés, hogy nem volt benne. Persze, ahogy mondtam, az, ami jogilag rendben van, és még a házelnök is leokézza, az attól még nem lesz korrekt. A 444 egy 2014-es összesítésében több konkrét példát is hoz, amelyekből érthető, miért is lejt igazából a pálya a Fidesznek. Veszprém megyében három, inkább baloldali körzetet beolvasztottak négy jobboldaliba, így az addig alapvetően kiegyensúlyozott megyéből erősen jobboldali lett. Budapesten is van jó néhány terület, amit átrajzoltak, ahol jobbos körzetekkel erősítettek meg néhány új választókerületet, ilyen például az egyes számú választókerület, ezt hidd el, hogy jól ismerem, itt politizáltam. Itt ugye az első kerület, ötödik kerület, nyolcadik, kilencedik kerület bizonyos részeiből a szavazóköröket egybetették, ahonnan inkább jobboldali szavazókra lehetett számítani. Így az inkább baloldali Budapest közepén lett egy inkább jobboldali tömb. Hál' Istennek ma már olyan a helyzet, hogy itt is tudott ellenzéki nyerni 2018-ban. De máshol is kialakítottak úgymond baloldali gettókat, ilyen például a 13. kerület, ahol elengedte a Fidesz, azt mindig is a baloldal fogja nyerni, hiszen ide összpontosulnak a baloldali szavazatok. De ugyanezt csinálták Baranyában is, ahol a hagyományosan baloldali Komlóca szintén inkább hagyományosan baloldali Pécshez rajzolták át, így lett egy gettó a baloldali szavazóknak. A választások tisztaságáért dolgozó Anhang Democracy Europe a 2018-as magyarországi országgyűlési választások adatainak elemzése után arra jutott, hogy a kormánypárt úgy csűrte-csavarta a választókerületek rajzolgatását, hogy azokban az országrészekben lett több parlamenti képviselői hely, amelyekben végül magasabb támogatást tudott szerezni a Fidesz-KDNP. Tehát, hogy értsd, ez igazából mindent el is mond, sikeres volt a rajzolgatás. A Political Capital 2014-es tanulmánya szerint ahhoz, hogy ezt az aránytalan választókerületi felosztást az ellenzék valahogy ellensúlyozni tudja, 300 ezerrel több szavazatot kell szerezni a választásokon, mint a Fidesznek. Így lehetne csak parlamenti többsége. Tehát az ellenzék eleve mínusz 300 ezer szavazatról indul. Ha azt mondjuk, hogy kb. 8 millióan szavazhatnak az országban, és nekik a 70%-uk szokott nagyjából elmenni, akkor a 300 ezer szavazat bizony több mint 5%-ot jelent. És ez még csak az első pont volt. Szintén a 2011-es választójogi törvény módosítás adott lehetőséget arra, hogy választójogot kapjanak a külföldön élő magyar állampolgárok. Most szándékosan nem ezt a témát feszegettem, hogy a határon túliakkal mi történt, hogy ez így rendben van, vagy kevésbé érdekes, bár egyébként Áder szavai után lehet, hogy érdemes lenne ezzel is foglalkozni. Nem támogatják a külföldön élő magyarok szavazását. A Fidesz politikusa szerint belpolitikai kérdésekben ne döntsenek azok, akik nem ebben az országban élnek, nem itt fizetnek adót. De most inkább arra koncentráljunk, hogy egy törvénymódosítással hogyan tudott még több szavazatra szert tenni a Fidesz, szinte biztosan. A magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező állampolgárok, tehát a határon túli magyarok, bár csak pártlistára szavazhatnak, de ezt megtehetik levélben is. Ezzel már önmagában megdöntötték a pályát, bár ez egy eufémizmus, hiszen a határon túli magyarok túlnyomó többsége a Fidesz-szel szimpatizál, hiszen számolatlanul öntik oda a magyar adófizetők pénzét civil szervezeteknek, álcázott, nem tudom, egyesületeknek, hogy ebbe az irányba tereljék az embereket, a Fidesz irányába. Így borítékolható volt, hogy egy tolvonással több tízezer szavazatot szerezhetnek Orbánék. 2021. novemberében ismertették a Bálványos Intézet közvéleménykutatását, amelyből az derül ki, hogy az erdélyi magyarok 42%-a biztos, hogy részt venne a 22-es választásokon, és nagy többségük, 83%, azt mondta, hogy a Fideszre szavazna. A 83% mellé, aki biztosan Fideszre szavazna, tedd mellé, hogy az ellenzéki összefogásnak mindössze 3%-ot sikerült elérni ebben a körben. A kutatást a Bálványos Intézet csinálta, ez majdnem olyan, mintha itthon a század végvégezte volna el, de mondjuk az adatok akkor is figyelemre méltóak. Ehhez fontos tudnod, hogy 2018-ban például a levélszavazatok 96%-át kapta a Fidesz. Ez 216 ezer voks volt akkor, a második helyezett LMP ennek egy századát sem ért el, 2000 szavazatot. Ennyit gyűjtöttek a határon túlról a magyar pártok. Azaz egy törvénymódosítással több mint 200 ezer voks jött külföldről a Fidesznek, és akkor még ehhez adjuk hozzá a választókerületek átrajzolása után szerzett több tíz vagy több százezres előnyt. És akkor egy kis aktualitás.
2018-ban 650 000 választási értesítőt küldtek ki a határon túli magyarok számára. Idén 120 000-rel többet, 770 000-et. Szóval 2022-ben még egy picit nehezebb lesz ezen a területen. Az is torzította, illetve torzítja a választási rendszert, hogy a Fidesz kiterjedt hálózatot épített ki a szomszédos országok magyar lakta településein. Szintén az Unhack Democracy Europe jelentéséből derül ki, hogy rengetegen segítettek a pártnak a határon túli magyar szavazók regisztrálásában, és aztán, ami talán még durvább, a szavazólapok összegyűjtésében. Az ellenzéknek itt nincs ereje, vagy alig van, illetve erőforrása egyáltalán nincs, de pláne hálózata ezen a területen működni. Na itt köszön vissza az, hogy igazából az állam a kormánypárt érdekében osztja a határon túli támogatásokat, ezzel befolyásolva egy párt irányába a választást. De még ezen túl már önmagában a regisztráció érvényessége is sok problémát vet fel. A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők ugyanis akkor vehetnek részt a választáson, ha a Nemzeti Választási Irodától kérik a felvételüket a központi névjegyzékbe. Ezt a sikeres regisztrációt azonban 10 évig érvényben tartják. Tehát 10 évig senki nem ellenőrzi nemhogy a személyazonosságukat, de az sem, hogy egyáltalán életben vannak-e. A választási irodának nem kell értesülni a változtatásokról, így továbbra is vissza lehet élni az elhunytak szavazólapjaival, pofátlanul lehet szavazni a nevükben, senki nem tudja ellenőrizni azt. És meg is teszik. Itt a Jándi temetőben például megtaláltuk annak az asszonynak a sírját, aki szintén szerepel a választási névjegyzékben. Megnéztük, 37 éve halott. A határon túli magyarok mellett persze vannak azok, akik külföldről szeretnének szavazni, akiknek van bejelentett magyarországi lakóhelyük. Ők azok, akik egyébként egy jobb élet reményében külföldön próbálnak szerencsét. Ott tanulnak vagy ott dolgoznak, mint mondjuk Orbán Ráhel. Ők egyéni jelöltre is és pártlistára is szavazhatnak, vagy szavazhatnának, mert ezt viszont nem tehetik meg levélben. És ez bizony egy kőkemény hátrány számukra, de pláne a határon túli magyarokhoz képest. Mivel ebben a csoportban sok olyan van, aki kényszerűségből vagy a kormány gyűlöletéből, talán éppen a kormány miatt utazott el Magyarországról, hogy mondjuk Londonban vagy Berlinben mosogasson, vélhetően nagyobb az ellenzéki szavazók aránya. Ők viszont levélben nem szavazhatnak. El kell menniük az adott ország külképviseletére, vagy akár egyenesen hazautazhatnának szavazni, és személyesen kell ezt megtenniük. Sokan ezt persze nem tudják megoldani. Volt nem is egy eset, amikor valakinek több ezer kilométert kellett, vagy kellett volna utazni a külképviseletre, hogy szavazzon. Ez nagy időveszteség, hatalmas költség, és hát nem túl jó mulatság. De van olyan, akinek még szállást is kéne intéznie, hiszen egy nap alatt meg se tudja járni az utat. Ez bizony sokakat visszatarthatott, hiába szavazhattak volna, nem tudták megoldani. Míg a határon túliak levélben is szavazhatnak, sőt, az előbb említett Magyarországról pénzelt civil szervezetek aktivistái akár személyesen elmennek a házukhoz és összegyűjtik a szavazólapokat, akár ellenőrzött módon behúzva az X-et a megfelelő helyre, szóval addig a kint külföldön élő magyarok nem szavazhatnak így. Ezek a szavazatok pedig nagyon nagy arányban az ellenzéktől vettek el mandátumokat. Így aztán kijelenthető, hogy a külföldi magyarok szavazási rendszerébe bele van kódolva a Fidesz relatív sikere. 2021. októberében egyébként a külföldön élő magyarok egy csoportja levelet írt Semjén Zsoltnak és Varga Juditnak, hogy módosítsák a választójogi törvényt. Nyilván azért, hogy a külföldön tartózkodó állampolgárok szavazhassanak levélben, akár rendelkeznek lakcímmel, akár nem. Tudod, mit válaszolt nekik Semjén és Varga Judit? Nem tudod? Hát ők sem tudják, mert hogy nem jött válasz. Úgyhogy ha esetleg mégis te találkoznál ezzel a válasszal, bátran mondd el mindenkinek, mert te leszel a hírforrása. Na de menjünk tovább, szintén megnehezíti az ellenzék helyzetét és torzítja a választási rendszert maga a jelöltállítás. Ezt is sokszor pofozták már, legutóbb éppen Wollner János, ex-jobbikos, ex-mihazánkos, ma én azt hiszem, hogy egyszerűbb, simán fideszesnek hívni, aki független gúnyába öltözött. Szóval ő nyújtott be egy törvénymódosító javaslatot, amitől még inkább a Fidesznek lejthet a pálya. Wollnerről annyit érdemes tudnod, hogy általában együtt szavaz a Fidesszel, és a kommunikációjában is követi a kormánypárti narratívát, így nem meglepő, hogy Orbánéknak kedves változtatást szorgalmazott. Ahogy az sem meglepő, hogy ezek után a Fidesz meg is szavazta. Korábban úgy volt, hogy a pártlista állítása az elég volt 27 egyéni jelöltet indítani egy pártnak, legalább 9 megyében és Budapesten, ezt emelte volna fel a Fidesz 50-re, de jött a párt bunkós botja, Wollner János, és még ezt is feltornázta, tehát az 50-et 71-re.
ráadásul legalább 14 megyében és Budapesten kell már jelöltet indítani. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a kamupártok kiszűrése miatt volt erre szükség. De tulajdonképpen ezzel ellehetetlenítették a kisebb pártokat, és kierőszakolták, hogy az ellenzék összefogjon, azaz feszültséget lehetett kelteni az egyesült ellenzék körében. Hallgass meg, mit mondott a törvénymódosító benyújtója? Akkor ezt tegyük tisztába. Aki Gyurcsány Ferenccel közösen akar kormányozni, az induljon vele. Közös listán, és ne trükközzön. Na igazából ez volt a valós cél, hogy együtt lehessen mindenkit gyurcsányozni. Mintha ez ma még számítana. Minden esetre ma úgy néz ki, hogy a 27 jelölt helyett 71-et kell állítania annak a pártnak, amelyik külön indul. Ez bizony gondot okoz az ellenzék számára. De megint csak menjünk tovább. Szintén a 2011-es törvényben törölték el a kétfordulós választási rendszert. Ez bírná a vitát, hogy melyik a jobb. Korábban akkor volt eredményes egy választás, itt az egyéni jelöltekről beszélek, ha a választásra jogosultak több mint fele elment szavazni, az egyéni jelölt pedig megszerezte a mandátumok legalább felét. Ha ez azonban nem sikerült, akkor jött a második forduló, és itt bizony lehetőség volt tárgyalni. Akár ellenzéknek, akár éppen aktuális kormánypártnak, hogy ki hol lépjen vissza a másik javára a második fordulóban. Így a második fordulóban akár esélyesebb is tudott lenni egy jelölt, aki az első fordulóban kevesebb, mint a felét szerezte meg a szavazatoknak, hiszen nem osztottak több felé jelen pillanatban az ellenzéki szavazatok. A második kört viszont eltörölte a Fidesz. Így nincs esély egy döntés felülvizsgálatára, elemzésre, mérlegelésre, alkukra. Így a Fidesz által megosztott ellenzéket belehajszolták a belharcokba, a választókat pedig ebbe a mérlegelésbe, hogy mérlegeljék, hogy vajon kinek lehet nagyobb esélye. Tehát számokra fordítva, ha mondjuk 40%-ot kap a fideszes szavazó, és az ellenzéki jelöltek összességére jön 60%, ma a Fidesz nyeri, bár másfélszer annyian ellenzéki jelöltet támogatnának. Na ezért van szükség az összefogásra, hogy egy jelölt álljon egy fideszes jelölttel szemben. Az ellenzék az előválasztással ugyan javítani tudott ezen, de korán sem annyit, mint amit a demokrácia kívánna, hogy legyen egy második forduló, amikor bizony alkukötésre van lehetőség. És akkor még mindig van ilyen, ami erről a jogi csűréscsavarásról szól, és a Fidesznek kedvez. Ez a győztes kompenzáció. Ez egy olyan elem a törvényben, amely bár valóban jogszerű ma, és rá lehet fogni, hogy nem a Fideszre szabták, de azért ma mégiscsak így van. Hisz a győztes kompenzáció a mindenkori legnagyobb politikai erő számára kedvez, ez viszont már egy ideje a Fidesz. Szóval, amíg az ellenzék több pártból áll, addig ez a módosítás a Fidesznek kedvez. Márpedig a magyar politikai kultúrának része, hogy több párt van, és nem csak kettő. A győztes kompenzáció tulajdonképpen a töredékszavazatok kiszámításának megváltoztatását jelentette. Ennek köszönhetően az adott párt az országos listára nem csak az egyéni választókerületekben vesztes jelöltekre adott szavazatok kerülnek fel, mármint a kompenzációs listára a vesztes szavazatok, hanem a győztesre adott, de a mandátum megszerzéséhez nem szükséges szavazatok, tehát azon felüli szavazatok szintén felkerülnek a kompenzációs listára. A politikai kapitál számítása alapján a győztes kompenzáció bevezetése 2014-ben 6, 2018-ban pedig 5 képviselővel növelte a Fidesz parlamenti többségét. Na ettől lett valójában kétharmaduk. De nem csak a jogi okoskodás torzítja a választást, hanem például az információ áramlás, pontosabban annak hiánya is. Egyes településeken egyszerűen nem jutnak információhoz a szavazók. A Fidesz a kampány időszakoktól függetlenül azért dolgozik, hogy csak az ő általa kreált valóság jusson el a választókhoz. Ez a legtöbbször nyomokban sem tükrözi, hogy mi az igazság. A legtöbb vidéki településen nemhogy leuralják a médiát, de sok helyen még azt sem tudják az emberek, hogy vannak-e egyáltalán más létező pártok, akire szavazni lehet. Én a Fideszre szavaztam. Hogy? Nem arra kellett. Ismer még más pártokat? Nem. Csak a Fideszt? Igen. Nem is jut eszébe más párt? Hát nem. Ma már az összes megyei lap a Fidesz média birodalmához, a Kesmához tartozik, nézd meg ezt a kis filmet róla. Több településre csak ezek a lapok jutnak el, gyakorlatilag csak ezekből tudnak tájékozódni az ott élő emberek. A Kesma úgy jött létre, hogy Orbán csettintésére az oligarchái ingyen bedobták a közösbe a médiájukat. Közel 500 média terméket. A tartalom központilag irányított. Rendszeres, hogy egy betűt sem írnak át a cikkben, minden a Rogán minisztériumából jövő utasítások szerint jelenik meg. Az üzenet nyilvánvalóan mindig az, hogy az országban
minden tökéletes, minden rendben van, ami nincs rendben, az fejlődik, és csak az ellenzék okoz károkat. Nincs korrupció, nincsenek botrányok, nincs szegénység, van viszont migránsválság, buzik, meg minden, ami kell Brüsszeltől Soroson át. Így könnyű a tudatlanságban tartott embereket felhergelni, és bizony egymásnak ugrasztani. Akár kisközösségben, de akár még a családi ebédeknél is. Ezek a lapok ráadásul tele vannak pumpálva kormányzati hirdetésekkel, mert bizony a piacról esélyük nem lenne megélni. És ezek a hirdetések szintén a Fidesz narratíváját harsogják. Ahogy mondtam az előbb, egybeír a Fidesz és a kormányzat kommunikációja. De azért az ellenzéki városok is támadás alatt vannak, ha éppen ott még ellenzékiek vannak. Nemrég újabb ingyenes lap, a City 7 indult el, de csak azokban a városokban érdekes módon, ahol erős az ellenzék. Ezzel a kiadvánnyal fogják ekézni az összefogást egészen 2022 áprilisáig, aztán nyilván megszűnnek, így a megyei lapok mellett egy újabb kiadvánnyal tudják bombázni a helyeket. Csak az meg csak a haba tortán, mert a Magyarországon fogható összes országos rádiófrekvencia 100%-a állami vagy fideszes kézben van, ahogy a tévék túlnyomó többsége is. Így folytatható többfrontos kommunikáció, így lehet célba venni a választókat különböző központilag irányított kampányokkal. A közmédiát szerintem tényleg hagyhatjuk, nézd meg ezt, egy konkrét hírhamisító irányítja. Az M1 vagy a közrádió pártatlanságát talán már a legnagyobb Fidesz hívók sem hiszik el. Ellenzéki hangot szinte alig hallanak, az összefogás szereplői maximum egy-egy lejárató anyagban értesülnek. Később persze az az információ sem jut el hozzájuk, hogy hazudtak ezek a médiumok, hiába kötelezik őket számtalan bírósági eljárás során helyregisztrálásra, nem teszik meg. Erről is számtalan személyes példát is tudnék mesélni. Ma már bizony az online térrel is foglalkozik a Fidesz, ügyelve arra, hogy annak is átmossák az agyát, aki nem néz tévét vagy nem olvassa a szennylapjaikat. Szinte nem tudsz elindítani úgy egy YouTube videót, hogy ne kapnál az arcodba egy fideszes propagandafilmet. A Facebookon is letilthatsz bármennyi fideszes vagy Fidesz közeli hirdetést, mindig meg fog jelenni egy a hírfolyamodban, mert újat és újat hoznak létre. És itt még sokkal kevesebb a lehetőség a helyreigazításra. Csak néhány szám. A 444 ment utána, hogy Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölti válása után 10 nap alatt 54 millió forintot költött posztokra a Fidesz, hogy lejárassa őt. Figyelj, összességében az előválasztás alatt közel 370 millió forintot szórtak el az ellenzéket lejárató online reklámokra és influencerekre. Csak hogy érzékelt, hogy ez mekkora szám. Az összes az előválasztáson elinduló ellenzéki párt ennek az összegnek a kétharmadát sem költött el. Tehát volt egy párt, amelyik nem indult az előválasztáson, mégis 50%-kal többet költött rá, mint az összes induló együtt. Na jó, álljunk fel a fotelből és menjünk ki az utcára. Egy választópolgár az utcán sem, a köztereken sem tud szabadon tájékozódni. A választási csalás, vagy ez a torzítás legalábbis, a plakát helyeken is jelentkezik. A pártok ma már csak óriás plakáton, vagy az önkormányzat felületein hirdethetnek. Ezek a hirdetések viszont éppen azokon a kis településeken lennének fontosak, ahol rendszerint fideszes a polgármester, és ahol az emberek szinte nem is ismernek más pártot, mint a Fideszt. Ez abból is következik, hogy elfoglalják a helyi médiát, propagandagépezetté és irányítják a helyi lapokat. Többek között ez az információ megvonás, a közmunkaprogram, vagy az osztogatások okán eszükbe sem jut más párt az ott élőknek. Az óriás plakátokon elméletileg még lenne esélye az ellenzéknek kommunikálni, de a plakát cégeket, emlékezz csak Simicska Lajos ügyére, már régen bedarálta a Fidesz, és saját oligarchái kezébe adta. Így az ellenzéknek elvétve adatik meg, hogy legális felülethez jusson. A Fidesznek ráadásul eleve duplázódik a tere, hisz már teljesen elmosódtak a határok a kormány és a Fidesz hirdetések között. A kettő ma igazából egy. Van egy pártállam, és kész. Az üzenet is tök ugyanaz, csak éppen két büdzséből fizetik a hirdetéseket. De ne izgasd magad, mert mindkettőt te töltöd fel. Akkor is, ha ellenzéki szavazó vagy. A te adódból fizetik ugyanis. Nehéz meghatározni, hogy a hirdetési piac vagy a média letarolása mennyi szavazatot hozhatott a Fidesznek, de az új ingyenes City elindítása mutatja, hogy valószínűleg nem eleget. De hogy nehéz ezt eldönteni, most gyorsan csak összefoglalom. Tehát volt a győztes kompenzáció, volt a szavazókörök átrajzolása, volt a választójogi törvény megváltoztatása, és ez még csak a kezdete az egésznek. De ahogy mondtam, ez a mai videó csak egy volt a háromból, még kétszer ennyi ügyeskedést és manipulációt fogok neked bemutatni, amelyek alapvetően befolyásolják, vagy befolyásolhatják a választásokat. És bizony mind a Fidesz javára.
Jó, bocs, tévedtem, nem csak a Fidesznek, más pártoknak is, a KDNP-nek. Na de, ahogy mondtam, jövök még, és a választás befolyásolásával foglalkozó sorozat második részében elő fognak kerülni a kamujelöltek, a kamupártok és a kamu független intézmények, amelyek fideszes tagokkal vannak teletömve. Ilyenek a választási bizottságok, akár helyben, akár országosan, de számos más dolog is szóba fog kerülni. Addig mindenképp javaslom, hogy nézd meg a Partizán idevágó sorozatát. Keresd rá a YouTube-on a rablópártok szóra, és hiánypótló alkotásokkal fogsz találkozni. Ha eddig nem tetted meg, nézd meg. Van egy hosszabb film, ez volt az eredeti, ezzel kezd, és aztán követi jó néhány, amit később forgattak le, én azt gondolom, hogy kötelező megnézned. Tehát addig sem fogsz unatkozni, amíg én jövök. Meg egyébként sem unatkozz, jelentkezz aktivistának. Bárhova, bármely számodra szimpatikus szerveződéshez. Akár ide hozzám is tudsz, mert a NERPédiát építjük, szépül, fejlődik, de sokat segíthetsz munkával is ebben a tevékenységben. De az is nagyon fontos, mint ahogy láttad már eddig is, hogy mennyire torzítja a választásokat a különböző adminisztratív intézkedések sorozata a Fidesz részéről, ez bizony mi munkával tudjuk felülírni, hogyha sokan leszünk, akik dolgozunk az ellenzék sikeréért. Ezért mondom, ha látsz olyan ellenzéki jelöltet, aki szerinted fontos, hogy ott legyen a következő országgyűlésben, vagy pöckölje ki a Fideszest a helyéről, akkor bizony menj el hozzá dolgozni. Mondhatnám, politizálj. És ez egy pozitív üzenet, ez fontos. Fontos, hogy részt vegyél ebben a munkában, erről már csináltam egy kis videót korábban is, nézd meg, mert bizony te vagy a felelős, ha nincsen változás. Te és mindenki más, én is. De én dolgozom, és arra biztatlak, hogy dolgozz te is, és tudom, te is dolgozol. És együtt fogunk dolgozni az ország sikeréért. Tehát ezért kérlek, hogy ha máshogy nem, akkor oszd meg ezt a videót, vagy iratkozz fel helyből a csatornára, ha még nem tetted, illetve itt szintén találsz egy másik kis filmet, hogy miért érdemes támogatnod akár minket is, ahol már egy csapat működik, abban a tevékenységben, hogy egyre több és jobb videóval jöjjünk. Itt már egy stúdióban ülök, amit még be kell rendeznünk, ezért csak ezt a gyönyörű hátteret láthatod mögöttem, de ígérem viszont, hogy haladunk, jövünk, rajtad is múlunk, hogy hányszor és milyen erővel, de itt leszünk. Várlak téged is.